Egy gyengébb ősz követően nagyszerű tavasz produkált a Sényi az előző bajnokságban, amelyet végül a 8. helyen zárt a 20 csapatos mezőnyben. A felkészülés már elkezdődött, mégpedig egy némileg átalakult játékos kerettel. 7 ember távozott, a Bodó, Fenyőfalvi, Toldi trió, ők Máté Szalkát erősítik tovább, ugye a Sógor Csaba Kemecsére ment, a Nagy Dominikot jelen pillanatban még nem tudjuk, a Stankó Dávid a Putnokot erősíti, és Gagyi Sándor pedig egy új szerepkörbe, vagy stílusba, ugye a futcába próbálja ki magát, ő az A stúdiónak mondott igent. Úr László érkezett Kazincbalcikáról, Szokol Zsolt Nyíregyházáról, valamint Szopkó Vince is Nyíregyházáról, ő a fiatal vonalat képviseli, és Sanyinak a pótlását pedig a Krizsanovszki Ádámmal próbáljuk majd pótolni. A Sényű már lejátszotta első felkészülési meccsét, amelyen Örökösföldön 2-0-ás veresége szenvedett a Sparitól. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros ennek ellenére elégedett volt a látottakkal. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a foglalkozás elérte a célját. Ugye ezen időszakban egy hét edzés volt egyébként mögöttünk. Ezen időszakban teljesen rendben volt, és mindent megtettek a fiúk, amit kértünk, úgyhogy mondom, rendben volt teljesen ez az edzőmérkőzés. A Magyar Labdarúgó Szövetség nyáron átszervezte az NB3-as bajnokságot. Az eddigi 3-20 csapatos csoport helyett 4-16 csapatos csoportba osztották be a mezőnyt. A Sényű az északkeleti csoportba kapott besorolást. Az idény végén a 4 csoport elsőt 2-2 párba sorsolják, és a párharcok győztesei feljutnak a másodosztályba. A 4 csoport 14.-16. helyezettjei és a mezőny legrosszabb 13. helyezettje kiesnek az NB3-ból. Mindenféleképpen kevesebb mérkőzést fogunk játszani, talán nem kell lesz olyan nagy, sokszor nagy távolságot utazni, bár azért így is lesz van két pesti csapat, ugye a Salgótarján is elég jó kis távolság, vagy ott a 60, de hát előre nem tudok mit mondani, ugye van 4 újonc csapat ebbe a mezőnybe, azért őket mindig viszi a lendület, ugye van 4 második csapat is a mezőnybe, akiknek nyugodtan mondhatjuk, hogy mindig az aznapi összeállítás határozza meg a jelenlegi formát, úgyhogy egy kicsit olyan sötét ló most ez a csoport. A Sényi szombaton a Debrecen 2 otthonában játsz a második felkészülési meccsét. A jövő héten a Tarpa és a Hajdúnánás ellen lép pályára a csapat. A főpróbát a Kemecs ellen tartják Kapacináig, a bajnokság pedig július utolsó hétvégéjén kezdődik.